dove così SNO Engadine. E non szeretném megkérdezni, hogy a jogászokat nem számolva pontosan hány környezetvédelmi szakember dolgozik rajta. Pontosan ezek a szakemberek mióta vannak az adott osztályon? Konkrétan Mészáros Lészőt, a Szabina, ugye úgy tudom, hogy ő nála van az ügy. Mennyi ideje van a helyén, és hány IPPC-t készített? Ebből hány akkumulátorgyárat engedélyezett? Mit jelent az, hogy gyorsított az eljárás? Hány nap alatt készítjük el, amit egyébként hány nap alatt kellene nem gyorsított eljárásban? Mit jelent konkrétan az, hogy zöldmezős a beruházás engedélyeztetése környezetvédelmi szempontból? És még egy, illetve nagyon sok kérdésem van, de ezt még beolvasom. Az engedély közérthető változatában a 103. oldalon található egy ábra, amely zöld háromszögekkel jelöli az egyedi tájértékeket. Mit jelent az, hogy egyedi tájérték? És mivel a gyár területét jelző vonalon a belül is van egy konkrét ilyen háromszög, az a tájérték konkrétan mit akar? Van-e annak eszmei értéke? És annak mi lesz a sorsa? Erre szeretnék válaszokat kérni. Igyekszem minden kérdést rajzolni, és próbáltam jegyzetelni, hogy ha valami kimarad, akkor kérném a segítségét. A kolléganő, aki nevesít veled, a Mészárosné Szojka Szabina kolléganő 2006 óta környezetvédelmi szakügyintéző, a környezetvédelmi főosztályon értelemszerűen nevünk az változott menet közben. Tehát nem hallja? Közelebb húzom. Így már hallani? Bocsánat, elnézést kérek. Tehát 2006 óta környezetvédelmi szakügyintéző a Mészárosné Szojka Szabina kolléganő, aki a komplex engedélyezések valamennyi területét ismeri. Azt, hogy mennyi akkumulátorgyár lett engedélyezve, Debrecenben akkumulátorgyártásra most kértek engedélyt, illetve az ekopropilén katód akkumulátorgyárának volt környezetvédelmi engedélyezése, ami technológiailag nem akkumulátorgyár, de összetett környezetvédelmi engedélyezés, például a Szentkor szeparátorfólia gyár, tehát akkumulátorgyár értelemszerűen itt Vajdonbihar megyében ez az első ilyen technológiai engedélyezés, de maga a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció vizsgálatával közel, segítsen meg, 18 éves tapasztalattal rendelkezik. Az, hogy hány kormány tisztviselő vesz részt az eljárásban álló jogászokon kívül, 15 aki ezt vizsgálja, 3 belejátszva magamat is, akik a hatósági eljárási, hiszen ez eljárási jog, tehát eljárási jogilag is rendben kell lenni egy közigazgatási hatósági eljárásnak. A környezetvédelmi mérnök, EHS végzettségű szakembereink 15 fő, aki csak ezzel az eljárás, nem csak ezzel, de ezen az eljáráson dolgozik, plusz a laboratórium osztályunkból biológusok, kémikusok, akik a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyveket, amik a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció részét képezik, áttekintik, ellenőrzik, véleményezik, és ami nagyon fontos, az eljárás során ezek a kollégák nem csak vizsgálják ezeket a dokumentumokat, hanem az eljárás keretében a monitoring előírása, monitoring rendszer, működtetés, kiépítés, hatósági ellenőrzés áttekintésében, átgondolásában segítenek egy eljárás során, hiszen azzal, hogy egy gyár vagy kap, vagy nem kap engedélyt, de ha megkapja, ott nem ér véget a környezetvédelmi hatóságnak a munkája. Hiszen, hogyha a monitoring rendszer jelez, vagy a hatóság ellenőrzés keretében mi azt észleljük, hogy beavatkozást igényel, akkor a hatóságnak rendelkezésére állnak az eszközök, és itt nem a bírságra gondolok, hanem a tevékenység felfüggesztésére, a tevékenység megszüntetésére.
a korlátozásra, sőt, a környezet szennyezés, környezet károsítása se kell fenn, akkor súlyos esetben az engedély visszavonjahatóság. Innentől kezdve, az, hogy gyorsított eljárás, az annyit jelent, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásoknál egyedül intézési határidőt határoz meg, ami alól kivét a környezetvédelmi hatósági eljárások tekintetében a nyilvánosságra vonatkozó részek nem rövidíthetőek. Ugyanúgy 30 napon át kint kellett lenni a közmeghallgatásainak idejének teljes eljárás alatt a dokumentációnak, tehát itt az ügyintézési idő 60 nap ennyit tesz. A zöldmezős beruházás az nem környezetvédelmi kategória, ez a zöldmezős beruházás, ebben majd, illetve az egyedi táj értéket, azt majd megkérném szakértő urat, hogy mutassa be, hogy mit jelentenek ezek a három szöget, ugyanis az elején nem tudta elmondani, mert egyből rá kellett térnünk a kérdések válaszokra. Remélem, hogy ami hatósági eljárási részt érintett, mindenre válaszoltam, mert nagy boldogság.